Hát először is gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez. Hát egy kicsit azt éreztem, hogy azt szerettem volna, hogy egy kicsit azért közelebb tudunk kerülni, de nem sikerült. Az első fél időben sajnos eldőlt a mérkőzés, amit nagyon sajnálok. Igazából meglepődni azért nem lepődtünk meg, mert most tényleg egy nagyon rossz szériában vagyunk, sajnos kicsit szétestünk. És nyilván, hogyha mi jó szériában vagyunk, akkor is nagyon nehéz nekünk mérkőzést nyerni, úgyhogy most ez ennek tudható be. Viszont azt gondolom, hogy a fél évre visszatekintve nincs okunk szégyenkezni, mert játszottunk nagyon jó mérkőzéseket, pontokat is szereztünk, ami azt gondolom, hogy voltak olyan mérkőzések, ahol túl is teljesítettük az elvárásokat, úgyhogy igazából én csak a csapatomnak üzennék, hogy büszke vagyok rájuk, és tartsanak ki fogunk ebből jönni. Először is köszönjük a gratulációt, nagyon szimpatikus csapat a Sise. Megmondom őszintén, hogy nem gondoltam, hogy ennyi lesz közte. Egy nagyon-nagyon nehéz fél évben vagyunk túl. Én most inkább egy picit nem a mérkőzést értékelném, hanem azt, hogy annak örülök, hogy mosolyogtunk, és talán felszakadt bennünk egy pár dolog, mert még egyszer mondom, nagyon-nagyon nehéz őszünk volt. De kihangsúlyozom, hogy több pontunk van, mint tavaly ilyenkor, úgyhogy én nem vagyok ebben elégedetlen. Jól játszottunk, én még az 5 gólt is aláírtam volna a meccs előtt, tehát én mindig nem tartok, de tisztelem annyira az ellenfelet, hogy az eredményeiket, hogy biztos voltam benne, hogy meg akarják nehezíteni a dolgunkat, szerencsére a védekezésünk az nagyon rendben volt, és a legfontosabb az volt, hogy ebből akartunk futni. Ez is rendben volt, úgyhogy én nem mondom azt, hogy eldőlt a fél időben a meccs, mert nekem most dőlt el a végén, tehát a második fél elején, mikor egy pár ilyen könnyelmi dolog volt, az nem is tetszett, mert amíg nem fújják le, addig bármi megtörténhet a kézzel a pályán, de úgy érzem, hogy volt annyi erőnk, meg előnyünk, hogy ezt még tudtuk is egy picit építeni, még egyszer mondom, abszolút nem vártam ilyen arányú győzelmet, úgyhogy viszont örülök, és ebből kell építkeznünk, hogy a következő két hazai meccsünket, ha csak egy gólocskával is, de megnyerjük. Nem erre számítottunk, nem erre készültünk, szerettünk volna egy komolyabb, szorosabb meccset játszani. Reméltük, hogy akár idegenbe is sikerülhet. Megpecsételte magát a sok eladott labda abból, amit ugye az edző mondott, hogy visszaindítottak, gyors gólokat kaptunk, úgyhogy támadásba szenvedtünk, nem találtuk a játékunkat. Menni kell tovább, megpróbáljuk tényleg, ahogy eddig is terveztük, felépíteni újra a saját játékunkat. Mi is újra át, ha elkezdünk majd mosolyogni, élvezni a játékot, csak az lehet az út, és egy jobb fél évet csinálni. Viszontok Celati is. Ő is akár ugyanígy játszani jövő héten pénteken, mint ma? Že uvidíme podľa toho, aká bude hra, že myslím si, že sme boli koncentrované teraz v obrane a že kvôli tomu nám vychádzali aj rýchle protiútoky. Hoď azért tud ani gól szerezni, meg lőni, mert nagyon jó védekezésünk volt, és abból tudtunk építeni.